A Szegedi Tudomány Egyetem egyik pályázata tette lehetővé, hogy a Varga Tamás Általános Iskola mentorháló klubot hozzon létre. A pedagógusok ennek köszönhetően bővíteni tudják szakmai tapasztalataikat, hogy aztán a gyerekeknek újfajta szemléletmódot adhassanak át. Lehetőséget kaptunk arra, hogy 3 mentorháló klub foglalkozást tartsunk, ahova előadókat hívhatunk meg, és ezen programsorozatban ez a második ilyen előadás, ahova pedagógusokat itt a délalföldi régióban, a környező városokból invitáltunk kollégákat, hogy közösen eszmécseréljünk, egy előadást meghallgassunk, utána pedig tapasztalatainkat megoszthassuk. A mai előadás a természettudományok komplex módon való oktatását népszerűsítette. Dr. Viktor András főiskolai tanár elmondta, ez az irányvonal egyáltalán nem számít újdonságnak, hiszen az ókori görögök sem választották el a biológiát, a kémiát és a fizikát egymástól. Külön tantárgyakba sorolásukat a későbbi évszázadok eredményezték, ám ezt a gondolkodást napjainkban már próbálják felülírni. Jó, hogy specializálódunk, ez elkerülhetetlen technikai okok miatt. De szükség van egy reintegrálásra is, tehát egy újra való integrálásra is. Lássuk egyben is az egészet, amennyire csak lehet. Mert egyre több olyan problémával találkozunk, ami már nem oldható meg csak fizikai, csak kémiai, csak biológiai törvényszerűségek ismeretében, hanem valamifajta komplex látásmód szükséges hozzá. A szakember szerint a természettudományokat úgy lehetne még hatékonyabban oktatni, ha a felmerülő témák a gyerekek mindennapi életéhez szorosabban kapcsolódnának. Például egy felső tagozatos diáknak a csírázást akkor kellene tanulnia, amikor annak eljött az ideje, tehát tavasszal, és nem akkor, amikor éppen a tankönyvben sor kerül rá. Ki az speciális?